ennek is kinyomnánk a szemét ugyanúgy. Azelőtt térjünk ki egy pár dologra a Bertérrel kapcsolatban. Előzetes vágóképekből láthattátok már, hogy azért a két autó között óriási különbség van. Kinézetre nem is annyira kívülről, viszont belülről igen. A műszerfalunk már kopogós lett, az ajtón kopogós lett. Innen a fogantyú mögül eltűnt az alkantara. És még más helyeken is bőven észrevevődik, mint például a kormányon. Nem annyira jó fogású, igaz, hogy ez ugye egy előző generációs kormány, viszont a gombok jobbak. Ezek a kis gombok, amik ide bele vannak téve, igaz, hogy nem talál méretbe, az esztétika az nagyon elmarad, viszont érintése, kattintása jobb, mint az új kormányon. Érdekes. Sebességóráink ugyanúgy analóg órák, mint ahogy elmondtam, korza méretben, középen ugyanígy itt is megvan a komputerbordunk, és a kis kijelzőnk arra, hogy milyen sebességben vagyunk. Itt is ebben a 2015-ös példányban is már a kattintó sebességváltónk van. Az ezelőttiekben volt kormányváltós is, és utána néztem egy-két szerelő videójának, hogy mi is, milyen problémák is voltak az autóval. Az egyik az volt ennél a generációnál, hogy amint benyomtuk a féket, volt egy kis klappantyú, ami ugye felszabadította magát a váltást, hogy tudjunk váltani a fokozatok között. Pár féknyomás után ez a klappantyunk beragadt, és utána szabadon járkálhatott a váltó akármikor, féknyomás nélkül, ami azért tudott gondot okozni. Ezt a kijelzőt láttam pontosan ugyanígy, Jeep Renegade modellbe teszteltem is, ha ide kattintatok, meg tudjátok nézni. Ebben nem klímát kapunk, hanem egy sima légkondit, az se semmi. A középre, mivel amerikai kivitel, említettem is már, hogy ez itt középen nem csak egy könyöklő és három darab olyan pohártartó, amivel a másfeles kóla tökéletesen beletalás nem mozog, mert vannak kis gumiklappantyúk belül. Ez tulajdonképpen Amerikában egy ülésnek számít, de elmarad a startstop rendszerünk is, és sima ilyen kulcsot kapunk, viszont az a kis rem logó azért nem néz ki rosszul. Ide kell behelyezni, szerintem közben menjünk is az ülésekről és ilyenekről beszéljünk útközben. Nem olyan jó, mint a másikba, ez tény. Ami egyszer biztos a másik autóhoz képest így, hogy mentem vele, hogy jobb a hangja, úgy érzed, hogy jobban húz, de valószínűleg a kickdown hiánya miatt. Ennél a gázpedálnál nincs kickdown. Ha lenyomtad tövig, az lement tövig. A másiknál lenyomott tövig, és még egy picit utána kell nyomjál ahhoz, hogy tényleg visszakapcsoljon, és rettenetesbe menjen, ebbe ez nincs meg. Úgyhogy lehet ez is egy kicsi oka annak, vagy a jó amerikai üzemanyag, amivel ment már 200 ezeret, a többit itthon mente, nem tudjuk. De tény, hogy nagyon-nagyon jól megy. Megvárjuk, menjen el ez az autó, mert gyanítom, hogy utol fogjuk érni. Addig is beszéljünk egy percet erről a motorról. Ugyanaz, mint a másik, 5-7-es HEMI motor, bővebb leírást magáról erről a motorról, a történetéről, működéséről találtok a weboldalamon. Benedek Zoli barátom írt egy szép cikket, összefoglalót, úgyhogy akit érdekel, az ott megtalálja. Ez konkrétan 395 lovas, és még mindig ugyanazt tudom mondani, hogy ez a lóerő, az nem ugyanaz a lóerő. A fék ezen nem olyan jó, mint a másikon, és a balonos gumik se segítenek a kanyarba, de fú, ez a nagy test. És ez a CTF váltó mennyire talál ez az autóhoz, hihetetlen. A Touareg után ebbe beleülni, ugyanúgy, mint a pirosba is, rendesen nem hiszed el, hogy ez a váltó ennyire jó tud itt lenni. Jobban is himbálózik ennek a futóműve. Vagy egy picit komfortosabb, vagy ugye egy többet volt használva, maga a teleszkóp, minden. A kormány ugyanolyan jó. Én azt mondanám, hogy direkt ez a kormány, pedig elektromos, de sokkal jobb, mint nagyon-nagyon sok jó új autójé, kicsi autójé. És ez a hang, ez megunhatatlan. Egyszerűen megunhatatlan. Ahogy oda pörköl neki, az fáj.
zajosabb is ez a gumi egy picivel, mint a peres. Gyönyörű. Gyönyörűen megy. Az ülések sajnos nem olyan kényelmesek, mint a Laramie-ban, az újabbikban. Itt nincs olyan jó oldaltartásom. A comtám az hossza, az kifejezetten jó, meglepően. Természetesen nem elektromos, hanem kéziállítású. Na, ezzel úgy vagyok, hogy a múltkori autó az tökéletes volt utazni minden egyes szempontból, ezzel pedig úgy vagyok, hogy úgy mennék a mezőre, dolgoznék. Ezen érzik, hogy még olyan keményebb, olyan igazi truck, ahhoz képest pedig, hogy én mutattam, hogy minden koppanós nem zörög, nem kopog, 315 ezerbe van. Ezt mikor meghallod, te is meggondolkozol. Ezt minden itt neki. Cserébe kapnak egy szép hangot. Megjutalmazzuk azért, hogy elengedtek.
hogy őszintén ki tudná megállni azt, hogy ne jöjjön ki vele a terepre. Pirosat azt nem hoztam ki, na mert új, még garanciás is, sajnálom, de hát ezzel azért próbáljuk meg, hogy mit csinálna. Hát szétszed mindent. Ez a hang, magasan ülsz. Jaj, de gyönyörű. Nézzétek meg a tavat. Fú, de szép. Úthiba, gödör, nem létezik. Nem létezik. Áú, na ez fájt, de nagyon jól bírja. Kicsit szűk itt-ott. De urasz minden, na itt mese nincsen. Itt mese nincsen. Érkezem, mint egy hajó, és jaj annak, aki szembe jön. Hogy elindul, azt a mindenit. Azt a mindenit neki. Úristen! Hát ez. Ha nem mész nagy dombra, hogy lipinka legyen belőle, akkor... Nagyon megy, srác. Fú, Isten. Hát ez. Nem kapok szavakat, mert ez leírhatatlan. Tehát nem olyan, mint mikor pattogsz erre arra egy kisebb SUV-val a terepen. Nem. Itt mész. Itt csak választasz, hogy hótarolj le mindent. És ott mész. Ez a baj, ha jön valaki, akkor neked annyi. De ha nem, úgy mész ki az ilyen erdőutakon, hogy közben kényelmes a futóműved. Az ilyen gödröket azért megérzi a kisebb autó. Ez semmi. Semmi. Oda azért nem viszem be. Milyen gyönyörű helyek vannak erre is, Istenem. Nagyon tudja ez az autó. Felhúzom az ablakokat. Ez örök benne, ez az. Csak van benne 300 000, de még mindig a kényelem az kegyetlen. Elképzelem a másiknak az ülésével. Pú, az még komfortosabb. Ebben alpány hangrendszer sincs, de kinek kell? Amikor itt gurulsz lefele egy ekkora géppel, hát pofám szakad le. Nem tudom, életemben még lesz erre lehetőségem, de fú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a videó fő támogatóinak, a Hebo Speditionnek, a Hebo Trailersnek és az Eco Tiny Housenak, de külön köszönet állandó támogatóimnak, az Autogroup Simónak, a Renault Selectionnek és az Ekkokás Koda képviseletnek. A legeslegnagyobb köszönet viszont mi mindig nektek jár, extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán.
Nem tudom, hogy ezek után mivel tudjak jönni jövő héten, hogy ennél izgibb legyen, de valami jót kitalálok, megígérem. Vigyázzatok magatokra, jó autózást nektek, sziasztok, én még muszáj menjek egy jó kört a géppel, mert ezzel nem tud nyugton ülni, az biztos. Búcsúzom tőletek ezzel a hanggal. Aki teheti, az ne hagyja ki ezt az élményt, mert ez valami kegyetlen.